hogy csinálja meg az ember. Az lehet jó, meg lehet nagyon rossz is. Jaj, valami kácsigá. Többet. Hát nálam nem fog átmenni, bazd meg. Jó, van az meghalna, mielőtt felszekkel, Júli. Állát sem megy át. Hát nem. Kicsit jobban szendelnek ők. Hát meg over is buildelik, mint az el. Hát, tudnak is, mert kétszer lékeltünk királyra, szóval. Jött valami, 240 jött. Fáz. Nem szar. Most nekem jó. Nem tudom, hol tudnák őket megfogni. Így elég jó, hogy setupja mindkettőnek. Talán 15. Na, talán. Hát, nem tudom. Na, talán. Akkor mi legyen, mert most én így nem közön. Hát szévelenk, ahogy látom. Hát csak, hogy mikorra, tehát hogy... Na, jó kérdés. Hát ahogy nézem, talán 15... Van arkénje mindkettőnek, nem? Natural defense azt akkor, a natural defense az... Hát jó, egész... de van Sand Badger-je, meg Green Devil-je annak is, a Sand Badger is tank, hát MNP, dupla PV-je. De hát jó, menjen a 15. Jó, de és akkor 15-re mit? Hát ez jó azt kérdés. Megint? Jó, mert AOE-je jó van mindkettőnek. Neked a tiédnek izéje van, mass spiritjei vannak, nekem meg izéje van a Honey Flower upgrade-je. Tehát... Lehet inkább aurát kéne, nem tudom, ranged, vagy ranged damage-et, vagy nem tudom. Hát ugye fasz, hogy ezek ranged-ek szóval meg, hát nem tudom. Ezzel látom, hogy ezt is levédik, azt ez is magic igazából, szóval. Hát most akkor küldök 3 kanonírt, azt meglátjuk, hogy mi lesz. Király most jól megbaszódik.
Holy Avenger-t leütöm időből, akkor jó. Nem tudom, hogy az Arcane-je neki is nagyon sokat tankol. Nálam, tanyémnek. Hát valószínűleg leak-eli amúgy. Nálam átmegy. Na, tanyém is. Jó, végre. Ja, hogy úgy érted? Ja, hogy a tiéd? Ha. Mármint igen, tehát hogy az én emberemnél átmegy. Sziatör bajnok, Skyler. Ó, kanonirok, amilyen keményen kenik. Jött egy safety move, meg egy hermit hoz. De hogy nem fordul vissza az izé forrájra, bazdmeg. Az baj. Hát ez meg lehet, hogy Giga. Ja, ez gyűgyi sajnos. Nem biztos, hogy... De? Nem, szerintem nem. Az a baj, hogy Rissendelnek azt úgy GG. Kövébe szopongodunk be. Lehet választani ugye. Akkor megküldjük most? Hát szerintem muszáj all-ineznünk a kövire. Jó, a kövire all-in. Be is nyomtam a hardenent erre a körre, hogy ne halljunk meg. Ja, hozzám megint jött egy hógra. Hát persze, azért mondom, hogy most ők küldenek, meghalunk, ezt túl kell élnünk, és akkor utána hátha. De amúgy ez a baj, hogy a Rissendelnek a kövire, ezt túléljük valamilyen, most valamilyen hihetetlen módon, akkor Rissendelnek a kövire is valószínűleg előbb halunk meg, mint ők. Hát ez most van vége sajnos. Szomorú. Hát igen, kreditort választott, azt azért nem bírtam én szétbaszni. Fölköt. Hát... Azt mondom, hogy jól csinálták, én ott buildeltem pedig 3-asra folyton, tehát ott nem is workereztem. Az elején lenyomtam egy workert, és utána én csak építettem, és a brute-tal így is mégis elettem.
Visszajött a svéd. Hogy ne lenne. Húr, ja, le vagyok némítva. Nagyon-nagyon nagy jelentősége van, hogy hova és mit raksz. Szóval, ja, van jelentősége. Meg azt is mondtam, hogy ez igen, Skyler, ez igen. Nem is hittem volna, hogy ilyen kemény vagy. Hú, ez egy nagyon jó ról. Ez mindegy, hogy balra vagy jobbra. Az, hogy mennyire előre mit, meg mennyire hátra mit, meg az, hogy jobbra és balra. Hogy... Most az, hogy itt kezdek, vagy itt kezdek, annak nem feltétlen van jelentősége. Vagyis hát, vannak olyan dolgok, amik, mit tudom én, nagyon specifikusak, de abban nem menjünk bele. Jó van, akkor nem keménység kérdés a Skyler. Akkor nem vagy kemény, loser vagy. Elolvastam, miért nem olvastam volna? Elolvastam, csak nem reagáltam. Nem arról van szó egyébként, hogy egy totál nullaikus ember nem gondolna arra, hogy TD-vel játszik, csak annyi, hogy nem lesz a sikerélménye nagyon. Maximum ennek a PVR részébe. De azt meg gyorsan pofán veri az embert itt. Itt a igazából a multi része a fun. Szóval milyen tornyokat kapsz, abban mit hozol, ki mit építesz, hogy küldöd meg. Befogod ezt a vévet is, azt a vévet is. Hát nem, azt mondtad, hogy gondolkozol rajta, meg izé, azt akkor már megvetted. Hát erre nem gondoltam nyilván. Én a 4-es kört fogom megküldeni. Szerintem simán gondolt rá egy nullaikus ember, hogy ezzel játszon, csak mondom, valószínűleg nem lesz olyan sikerélménye, hogy többet játszon. Na, Honey Flower-es, beszoptam, Maci Fast. Dupla csiga tax, meg én, Dodi, azt nézd. Húha! A 4-es kört fogom megküldeni. Tehát én itt nem az IQ-ra gondoltam, mert nem is arra gondoltam, hogy te neked kevés IQ-d lenne Skyline, én simán arra gondoltam, hogy én amikor így, mit tudom én, most mondjuk ajánlni kéne neked játékot, akkor te ilyet maximum poénból játszanál. Na, én ezt így érzem, ennyi. Nem izé ez. Ez nem negatív dolog, vagy nem tudom. Mondjuk lifestealing. Melyiket upgrade-elned a két green, jobb szélső green devil-ből? A középsőt vagy a jobb szélsőt? Most. Upgrade-el van már, vagy mi? Melyik? Csak a question. Hát ja, jó az így. Megint nem jött. Nehéz ez neked. 3 wave, 0 cent, Dodi. Úgy építs. Tudom, hát én építek, viszont most én akkor megküldöm. Bár mondjuk a gyerek beszopta, szóval annyira nem rossz nekünk. Én megküldöm a csigarmit most akkor. Jó. Amint úgy értem, az előző körbe brékáltam a kölköt, szóval annyira nem lehet jó neki. Hát így 3 green devilem van, jobbat most nem tudtam. Hát nem tudom, hogy a brut mennyire rakja azt meg. Workerem.
Hogy jöjjön már ki még egy csiga. Persze, hogy nem fér ki már, mindegy. Elfaszomat, nekem se fér ki. 120-at kaptam. Egy kanonír jött. Hát ha tiéd átmegy, akkor jó, mert nálam úgy egy kicsit átmegy. Szar a fókusz. Akkor nem megy, hát ez így szomorú. Átmehet egy kicsit az imp talán. Nem, nem megy át, az sem. Vagy... Zodi, pro leak. Akkor szévelünk hétre? Küldjük, próbáljuk meg a hetet megküldeni. Mondjuk nekem nem lófaszom lesz körül. Talán egy ki fog jönni. Mi? Egy? Hát még ezen kívül van még egy wave, vagy mi? Ja, hülye vagy. Jó. Azt hittem, hogy a kövi körre kell. Azt kéne, hogy már ugye játszottam a Witness, de azt, hogy na újra játszom Skylerrel együtt, és együtt próbáljuk megoldani a feladványokat. Szerinted 4 proton, vagy 1 atom? 1 proton az többet csinálni, mint 1 atom. Hát attól függ, milyen a tanklányod, nem? Szerintem jó. Kénydövülök. Megint nullákat szendelnek amúgy. Ja, hát ez... Itt már ezt játsszák egyébként, tehát high-abb elókon a sztár megy. Jó, én csak mondom. Tudom, hát én próbálok építeni, mint az állat. Túl gyorsan clearelik a jobb oldalmat. Ez nagyon... Hát, hogyha itt is mondjuk itt rankedezni akarsz Skyler, akkor itt is azért így... Nem át tudni, hogy mi merre, hányszor, minek, miért. Ez nem olyan, mint a HS. Itt inkább nem olyan a meta, hogy most itt akkor ez a meta, azt akkor ezt játszod, hanem itt alkalmazkodsz az alapján, hogy tudod, hogy mi micsoda, mit csinál, mennyi damage van, milyen védelme van. Ez inkább kitapasztalod. Jött egy hermit, meg egy posús. Az enyémet az nagyon brékelem. Az enyém az mindjárt kiderül, hogy mennyi. Hát az enyém annyira nem brékel, de nem annyira. Nekem saját home fronton is vannak kisebb gondjaim. Nekem biztos, hogy én biztos, hogy szopok. De 18 ment át, ha megboldolsz annyira. Ja. Mikor ez healelne egyet arra a rovra, így nagyon jó. Miért azt ütitek?
Koszó. Viszont de én küldtem egy turtle-t, nem sok, nem. Még lehet, hogy sikert belefér, azt nézze inkább rá. De hogy fél. Két turtle-t küldtem. Kocsigákat küldtem. Abrideltek, Regent. Az egy Hermitet te kaptál. Ja, látom. Amúgy, hogyha beszopja az arkénese, az akkor az enyémet azt elég rendesen brékelem. Á, de nem hát az enyémet, annyira. Az enyém az meg fog gyengülni egy kicsit. De, beszopja. Brékelem, mint a szart. Az enyém nem, úgyhogy itt még lesz dolgod. ...182, meg 89, az 271, nagyon jó, kijön a bó is. Vagyok én? Ja, az nem én vagyok. Hát ez nem fog sajnos igen, kengem, de igen, és utána végig ugyanaz jön. Mindegy, ebből én kapok ugye goldot. Én is, ezt ebből én is kapok. Hát. Na hát akkor te is ugye, és ő meg nem annyit. Kicsit value felett leszek, vagy próbálok ott maradni. Hát én is azon gondolkodok most nagyon. 144 meg 89 az mennyi? 60... 53. Arra is képzeltem Skyler, a Conti és Skyler féle Legion TD Twitch Rivals-t. Szedebé majom. 11, massza. Hát, jó. Nem valami jó az én emberem ellene, azért kérdezem. Jó. Over. Így 150-nál nincs jó damage-em az a baj, úgyhogy muszáj overnem. Itt választunk prezdiatak, vagy mi legyen? Akár. Kinget akolnak, mint találat. Lehet tőlemizés. Vampire. Na mindegy, küldöm a must. Legyen prezdiatak, azt akkor próbáljuk meg teljesen szétbaszni. No. Viszont nem tudom, mit kell, turtle-t kell erre? Aha, turtle-t kell, nem? Hát én most már turtle-t küldök utána. Hát, de azt kell. Mert annak jó a defense type-ja.
100-at kaptam. Jó, ez break. Nálam is átküldi. Hát ez GG, no? Nem, szerintem nem. Hát... Egy jó-e? Ja, GG. Na most mi szabadtuk be őket, és hát a vizét. Vélemény a mikrofonról? Hát attól függ, mire kell. Szerintem arra, amire én használom, lehetne jobb, de az már jóval drágább, és így, erre így jó. Ebben az árérték arányban én azt mondom, hogy azt mondom, a mikrofonnak nagyon fasza. Be lehet állítani, hogy honnan vegye a hangot, föl lehet szerelni nézőre is, mikrofonkarra, világít, könnyű, kickbe kap... Ja, azért, ha nem is tudom, hogy mondják ezeket, kondenzációs, meg mit tudom, mi a következő szint, hogyha kicsit jobbat akarsz, akkor szerintem azért már jóval drágábbat kell, viszont az tényleg sokkal jobb is a hang. De ja, annyira nem vagyok képbe ebbe a kategóriában lévő mikrofonokkal, de én azt mondom, hogy ez nekem, amióta van, nekem bejön. Ez így a véleményem. Egyebet nem tudok mondani. Várj, behozom a pizzát mindjárt. Oké. Okay. Mi? Te vagyok csalva, Ali. Na van csalva. Azt írta ki a izé oldalon, a game végén, hogy megvan a 9000 eszencia, azt nincs meg a 9000 eszencia. Hát. Nincs meg az eszencia. Kapja meg a macska fáját neki. Dávid. Na. Hallottad, hogy LOL-ba kiveszik az all-chat-et? Nem. Nem lesz all-chat. Mert? Hát mit tudom én, hát. Érdekes. Most van az felmelés, hogy save all-chat.
Hát ugye a botba is volt régen, most már abba sincs. Így van. Hát szelet nem tudom, de olcsat nem lesz elméletileg, tehát nem fogsz tudni, ha ellenféleknek írni. Látod, elvesznek minden jó. Semmi sem olyan, mint régen volt. Szarul. Még nem csináltam meg. Kedvemmel most dolgozni is kellett, úgy egyéb dolgokat. Azt... Idő. Halad. A konzolokat nézegettem, aminél fogom majd fel lesz a falra. Majd el kell menni valamelyik ilyen nagy barháruházban, ott lehet relatíve jó áron megvenni. Dáviddal is beszélgettük tegnap, lesz egy olyan 60 kiló körülbelül, ha tele lesz vízzel, és ahhoz kell legalább egy 5-6 zol, hogy értelmesen megtartsa a falon. Meg hát izét rajzolgattam most, bekötési rajzot, hogy milyen elemeknek hozzá, azokat nézegettem, de hát az is így kurva drága, ezt nem gondoltam volna, hogy ennyibe kerülnek ezek a dolgok. Még majd bérelni kell egy ilyen is eló. Indítom akkor. És majd akkor. Jó, akkor lehet majd megcsinálni. Megettem a nagy részét, csak nem szeretem, hogy nem lesz a kezem. De ki van itt? Az igen, mire itt pay baszki. Szép lassan 50, hello. Köszönöm szépen. Hát ez tényleg nagyon sok... Ezt is tudom számolni, ez már nem 4 év, genyó. Tehát az mi? A dán és a lengyel válogatott embere van velünk. Köszönöm szépen, az nagyon sok. Őrületes becó. Köszi! Ide már egy köszi is elég, de nem tudok. Köszönöm.
Jó, de ezzel nem tudsz főrkel se csinálni, ez szar. De ki van itt? Én nem szeretem a pirút. Nekem egy el több. Nézd meg, Dávid genyó. Egy el több. És a Gnár megfogja? Vagy Grárla? Grál, ha azt hiszem meg még a csigát is. Az igen, Dávid, egyel több. Lejátszva. Na mi a lippé, na mi van? Mit írja egy dank? Hát itt van TSM. Hát itt várt danktól. Köszönöm szépen a Level Up eSport csapatnak, az egész csapatnak a Raidet. Sziasztok, hello! Köszi szépen a jó étvágyat, kívánságot, nektek is jó étvágyat. Fightner magában megfogja? Bocsánat. Aha. Az egész Level Up-nak és az egész eSport csapatnak köszönöm szépen a Conti, nem ő nevükbe kell, hanem az én nevembe kell megköszönni. Tehát a Conti Televízió, a stáb és Conti nevében, aki én vagyok, szeretném megköszönni az egész Level Up csapatának és az eSport csapatnak a Raidet. Szia, Robák! Lehet, hogy meg... Szia! Hát, de nem biztos. Dupla csigázok. A küldök én is, nem is tudom mit. Dodi nagyobb előn van, mint én. Tragédia. Nekem nem fér ki a dupla csiga. Nem küldtem el! Asszus, fix break-eltem volna. Netes ez, netes amúgy. Nem kapok úgy, hogy én nem merek most itt nagyon. Nem tudom mi a neve. Tejfölös alap, csonka, szalámi, csirkemell, mozzarella, talán. Nem gyrosz. Lehet nem úgy, de nagyon nem. Küldök neki most 3 csigát. Az igen, Dodi, ez igen. Érezze a törődést. Én is küldök egy darab csigát. Hogy tudja, hogy a társa is kap. Ez 25. Persze. De hogy kijöjjön. Szóval ilyen, azt mondom, ez a tejfölös húsimádó, vagy én nem tudom. Megjött egy brút hozzám. Sajnos nincs break, de nem lesz.
Hát amúgy elvileg még jövő, nem tudom meddig nem lesz bőre. Amit nem rajtam múlik, de... Sajnálom. El overbuildelni? Hét? Egy bútok, megküldjünk hétre? Már. Hát jó, elvileg csak póló van most. De azt meg ki akar, ugye? Lófasz, nem, nem jó, nem jó, nem jó, nekem az nem jó, nekem az nem. Nem jó neki. Jött egy helyre mit? Nagyon jó van. Hát egy darab szeret. Én úgy tudom, hogy nincs. Vagy hát mit tudom én. Hát nem, elitartja meg ilyen szarjai vannak, nem, azt nem, nem fogom tudni érdeklékelni. Majd, majd egyszer szerződök valaki, valami másik ilyen... Leghamarabb én 9-en tudom. Merch-es store-ra aztán. Kilenc. Én szendeltem már. Öve szendelted. Hát jó, jó szendel. Pedig, ha, legyen is erős a kövi ellen amúgy. Azért mondtam, hogy nem biztos. Na mindegy, most már, mindegy. Hát most már meg kell, most már meg kell, most már, hogyha elbasztuk, akkor basszuk el. Igazából basszuk el. Vagy az enyémnek nagyon sok az AOE-ja. Nem fogom tudni széttörni szerint. Nem hát, jött semmi? Nem jött semmi. A King Upgrade-ek jöttek. Hát hozzám nem. Hát jó, megtöröm, de így ennél ez lehetett volna jobb. Hát jó van az, hogyha, rá, hogyha tovább megy már. Minden szend jó, ami tovább megy. Nálad? Az is megvan. Hát azért ott még lesznek. Nem, nem. Az leidézi. Nehogy idéz, nehogy idéz. Még ki is írt, hogy nice szend. Burker akkor. Dávid bassza tarkom magát? Engem! Resendeljünk? Még elkotol valami szóval? Mehet, jaj, 8-ra, mehet. Rendes bepizzáztam. Egészségre mindenkinek. Sziasztok, egészség, hello! Egészség. Ez a Conti TV. Én Conti vagyok, a streamer. És pedig, és itt egy társam, mostani társam, Dodi,
alias Nash 7. De itt van velünk a TeamSpeak-en Alien Hun 28. Az egyik legkiválóbb Final Fantasy 14-es játékos player. Nem szokott beszélni sokat. Csak amikor elkezd. Tufájosan meghatottam ettől a bejelentésre. Igen. Meghatódott. Hova menjünk? 11? 11 massz. 11 massz szerintem. Az enyémre rúgó 11 massz. Alauta szavulta? Mikor mehet Dávid a Duo LOL Challenge? Hát az semmikor. A francba. Mert? Miért nem? Hát mert lebaszták azt a játékot. Ja. Ja, azt hittem, hogy már szar volt eddig is. Hát, de eddig még ugye ahogy játszható. Baj van, nem. Baj van, baj van. Mi? Nincs baj. Nálam van. Hogy lenne? Van. Mi? Az, hogy átmegy pár? Hát jó van. Megkérdezem szakértőnket, Dank Mei Istert, hogy egyetérte a felvetéssel, miszerint elbaszták-e a LOL-t. Dank Mei Ister. Olyannal akarsz szólózni, akinek hang van az üzenetküldésnek a telóján. Mi? Sorry, nem merök, sorry. 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 Elvileg sorry van. Kérdezzük meg etikai és filozófiai szakértőnket, Francis-t a chatről, aki már számos filozófiai és etikus kérdésben döntött el nagyon fontos szituációkat. Francis! Negyvenkettő, jól van, köszönjük Francisnek. Hát az leakel. Jó, akkor ez most. Még lehet küldeni. Persze. Na. Jó kis szend. Ja. Ide nem jött semmi. A tiéd még az izét is alig fogta most. Na jó, az nem, azért most kezdi el, tehát most kezdi el ütni az a Tempestek, vagy Leviathanok, vagy mit tudom. Hát mondjuk ennyit fogott.
Te embered hogy el? A te embered az elég jól el, hogy lehet. Nem jó. Nem jó. Úgy tűnik, mert sok szar van ott, de azok nagyon gyöngék. Most újra idéznek, azt ennyi. Ez 4, ilyen 3-4 biztos, hogy átmegy. Szóval a tiéd az meg 2, 4, 6, 8, 9. Áh, milyen 3-4. 7. 7 megy át, ja. Is an adjacent, izével, Aurával. Mert? Tech leaderrel mondjuk. Hát azt lehet nem tudok, de amúgy FF-elt a gyerek. Áh, ez még messze van az FF. Hát nem halnak meg itt. Hát, ennyi ilyen upgrade, de... Meghalnának. Lassan, lassan üti ki az AOE-t nagyon. Uha, ez GG. De tényleg meghaltak. Nem tudom, dunk. Én azt hittem, hogy fognak meg. Dodi nagyobb ratingem van, mint én. Hogy? Hát, miért vagyok? Miért goldot ír, amikor platos vagyok? Az előzőben elbuktuk. Akkor elvesztettük, és szerintem az... Nevetséges, hogy Dodi előrébb van. Hát ugye. Connecting hát, együtt játszottunk. Nagyobb ratingen kezdtem. Jön. Hogy lehetek hátrébb? Te játszottál azon kívül? Én nem játszottam, semmit nem csináltam. Tényleg semmit nem csináltam. Hogy lehet? Dodi jobb játékos? Na. Főleg. De akkor legalább ez kiderült. Köszi szépen, Tepsi, hogy eldöntötted. Nyilvánvaló, hogy ez az oka. 60, több mint 60 ratinggel van fölöttem. Ennyivel? 60-nal? 74. Ja. Egy valami el van. 61-el. Na még egy-kettő mehet, aztán ennyi. Jó. Na, majd Tepsi eldönti azt, jó van? Na Tepsi, jó most a LOL? Na, akkor ez eldőlt, dank. Na jó, akkor most eldöntjük, akkor most dank, kérlek szakértőnk, döntsd el, hogy jó-e most a New World. Na gyerünk! Oké, okay, akkor ez eldőlt. És jött is egy kérdés az egyik hallgatónktól, Alien28-hoz. Dávid, mi a rossz most a LOL-ban? Hát az új itemek. Az, hogy minden egy hitel. Ennek így nincs sok értelme. Legalábbis úgy nincs, hogyha régen is játszottál a játéka. Nyilván, hogyha új belépő vagy, akkor tök mindegy, mert akkor nem tudod, hogy milyen volt régen, de... Hát igen, ja, valaki mondom, fölött úgy gyorsítva, hogy mit tudom én, beleférjenek az időbe, hogy gyorsabban végig legyen egy game-nek. Hát de nem csak az, hogy gyorsabban végig legyen egy game-nek, mert feltétlenül van gyorsabban vége, mint mondjuk pár éve, hanem az, hogy egyszerűen, tehát benyomsz két gombot és fölrobban az ellenfél, tehát ennek nem sok értelme van amúgy, tehát ezt a hülye is meg tudja csinálni. Tehát megveszed az itemet, és akkor... Ebből következik, hogy sok hülye van. Nincs sok hülye? Hát... Látszik egyébként, hogy a paszlámákra balanszolnak ott is már egyre jobban. Az egyik nézőntől jött egy üzenet, minden egy hitel X és nagyon sok D.
Na, Dante, inkább ne okoskodjál, mert... Tehát... Ne mondd már, hogy régen is minden egy hitet, mert nem egy hitet, de... Tehát régen azért voltak még teamfightok, most már csak így odamész, megnyomkodod a gombokat, az pillanatok alatt fölrobban egy-két ember. Azt a maradék három az meg így tétszélet, vagy azok is insta halnak. Erről szól a dolog. Nincsenek már hosszabb teamfightok. Régen azért kicsit hasonlóak voltak a teamfightok, mint mondjuk kocsba. Hogy azért ott ütöttétek egymást, 15 másodpercig, aztán, aki jobban csinálta, az nyert kávé, vagy az nyerte azt a teamfightot, de most így... Átment legalább egy-kettő. Most elég, hogyha egyszer eltalálsz egy bombórotát, azt meg is hal az illető. Köszi, de bén majom. Ez most ilyen kis chill. Mondjuk ez pont jó védi. Eznek pont szar meg. Jó, hát... Te karsz, Dodi? Hát most erre azt tudom mondani, Dank, hogy azért... Hét, valaki lop, akkor ez ők csak fogja megérteni. Tehát ez teljesen kijött a játéknak az eszenciáját, ami régen volt. Értem én, hogy próbálnak haladni a korral, meg... megfelelni a... Inkább miért most szendelek, az sokkal utána. Jó. Meg megfelelni a mai igényeknek, de tehát akkor csinálnak egy másik játékot, vagy valami, tehát ez így, tehát ennek nem sok értelme van már, hogy egyszerűen két teljesen különböző játék, ami most alól, meg ami régen volt, és én nem azt mondtam, hogy az új játékosoknak jó, én azt mondtam, hogy neki teljesen mindegy, mert ők nem látták, hogy milyen volt a régi.